Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jönnek is Rainbow Six Siege bemutató vélemény, jó, rossz, és a többi, tudjátok, hogy megy ez ki most, hogy itt kint van a játék. Na most, őszinte leszek veletek, magam is meglepődtem, hogy érdekelni fog ez a játék, és főleg azon meglepődtem, hogy még izgalmasnak is fogom találni. Egyrészt azért, mert amikor én elkezdtem shooterekkel játszani, és ez nem ma volt, nagyon inkább az aktív shooterek felé hajlottam, vagy gyorsabban pörgő shooterek felé, mint például ugye a Call of Duty. Ezért az ilyen taktikai shooterek, mint a Rainbow Six Siege, ami főleg ennyire itt taktikai shooter, és ennyire kompetitív ebből a szempontból, taktikai szempontból, nagyon nem keltette föl a figyelmemet, és nagyon unalmasnak találtam ezt a fajta játékot, és nagyon nehezemre esett játszani is egy ilyen fajta játék, egy ilyen fajta taktikát. Azért is például a Call of Duty-ban a warokat, ugye ahol bombát viszel, megvédes, stb. Én azoktól idegrohamot kaptam egy adott pillanatban, mert annyira lelassult a játék, hogy nem bírtam elviselni, ezért muszáj volt pörögni. Na, de most azt hiszem, már benne vagyok a korban, és benne vagyok egy olyan korban, ahol ezek egyre jobban érdekelnek, ezért összeteszek veletek, én most így letöltöttem, hogy egyáltalán lássam, hogy ez érdekelne ez a játék most már, és hogy izgalmasnak találnám-e most már, és a bakker az anyja kinyert, ez a játék jó, oké, tehát leszámítva a grafikai mindenféle hülyeségétől, mert úgy szépecske a játék, de meg úgy megvan csinálni, de egyáltalán nem ez a lényeg benne, és a fő lényeg benne, hogy sikerült elérniük azt a fokú kompetitivitást, vagy azt a fokú pályadizájn és a pályadizájnon belüli gondolkodási és szituációs megoldási lehetőségeket, amelyektől ez a játék jóvá válik és fantasztikussá. Azt kell mondjam, viszont egyetlen egy hátránya van, azt kell mondjam ennek a játéknak. Megeshet, hogy egyes videokártyákon nem éppen úgy fut, ahogy kéne, és azt hiszem, hogy ez olyan játék, amihez kell az FPS, és kell a gyors reakció idő, de végülis ki lehet anélkül is jönni, hogy nagyon gyors reakció idő lenne, mert a maguk a pályák adnak megfelelő változatosságot ahhoz, hogy jó taktikát vigyünk ki rajta, csak hát ahhoz már annyira kell ismerni, azt hiszem, a pályákat, hogy egy gyenge videokártyával is jó taktikát kivitelezzünk rajtuk, hogy már nagyon sok órát kell beletenni a játékba. Minden esetre a pályaszerkezetek fantasztikusak, a szituációk nagyon jól ki vannak gondolva és találva, és ez egy multiplayerben fantasztikus élmény lehet, mint mondtam, én csak letöltöttem, hogy egyáltalán megnézzem, hogy mennyire érdekelne ebben a korban már engem egy ilyen shooter, és az igazság, hogy eléggé rá lehet kattanni. Az egyetlen problémám az, hogy hát jelenleg az ismerőseim közül, ha jól tudom, nem jön neki egy csapat, hogy állandóan játszassunk vele, de minden esetre azt hiszem, hogy ha ez a játék olcsóbb lesz, majd pár hónap múlva, akkor nálam valószínűleg egy ilyen biztos vétel lesz, mert szeretnék ezzel játékkal játszani. Most amúgy is több játék köti le a figyelmemet, és több minden köti le a figyelmemet, semmint, hogy még egy játékot be tudjak vinni a skálára, de szerintem egy-két hónap, és olcsóbb lesz az a játék, már meg lehet venni ilyen 10 euróké, 10 fontoké, több, mint valószínű, és akkor én javaslom, hogy vegyük meg, üljünk össze egy teljesen, azt játszunk és csináljuk, mert azt hiszem, ahogy egyre telik velem, akkor egyre inkább ragaszkodom a csapatjátékhoz, ragaszkodom azzal, hogy valakivel játszak, egyedül már annyira nem élvezem a játékot, leszámítva, hogyha valami nagyon nagy kihívás van a játékban, ami leköti a figyelmemet, és a Rainbow Six Siege-nek, ha bár van egyféle szituációs single player kampányfélesége, és maga a játék heve, és az izgalma, és a taktikai megoldása így lekötik a figyelmet annyira, hogy még ezekkel is játszok, de azt hiszem, ez a játék számomra legalábbis, kíváncsi vagyok, hogy ti hogy gondoljátok ezt a részét, de számomra ez egy olyan játék, amit így haverokkal jó leülni, TS föl, és figyelj jobbra, figyelj balra, és tudjátok, mi a jó benne, vagy bocsánat, hogy a lassúságában van a gyorsasága is, mert a pályák valahogy úgy vannak megcsinálva, hogy folyamatos haladásra adnak lehetőséget, sőt, rá kényszerítenek egy folyamatos haladásra. És
tehát itt nagyon másra nem is érdemes beszélni, csak a pályákról és a játék struktúrájára. Szóval úgy vannak megcsinálva a pályák, hogy folyamatos haladásra vannak tervezve, és tehát, ha nagyon leállsz egy adott ponton, akkor meg fogsz halni. Persze kivéve, hogyha védő oldalon vagy, ha védő oldalon vagy, akkor kénytelen vagy úgy helyezkedni a csapatoddal, hogy egyre jobb védelmet biztosítsa. De viszont abban biztos vagyok, hogy amint elindul az akció, tehát amint a támadók betörnek a védőkre, akkor onnantól kezdve megindul egy ilyen macskaegér játék azon a területen belül. Egy lassúbb például, mint a COD vagy Csé, de egy folyamatosan mozgó és gondolkodó játék indul meg azon a területen belül, és egy ilyen macskaegér játéká alakul, mert hogyha megállsz egy helyben kempelni, hogy ez egy biztos pont, ezeken a területeken belül tuti halál vár rád, mert addigra három ilyen körbevesznek, ezért nem tudom, én úgy látom, hogy így érdemesebb mindig mozgolódni, hogyha már beindul az akció, hogyha már lebuktál a kemp helyedről, hogyha így vagy úgy, és nagyon ügyesen van kidolgozva, nagyon jó a pályaszerkezet, lövésmechanika tetszik, állítólag nagyon sokat javult a béták óta. Nekem egérgondjaim nem voltak, volt, aki arra is panaszkodott, hogy egérgondok voltak, nálam ezben a szempontból tökéletesen működött, és azt kell mondjam, ez egy játék, ez egy olyan, hogy ez egy érdemes játék, és azt mondom, hogy nem, tehát nem az a játék, az, hogy naponta belezúzok 600 órát, de az a játék, amivel jól esik, néha a haverokkal összeülünk, éppen sör mellett, paf, na, lőjünk le pár arcot, utána esetleg átruccanunk egy másik játékra, de ez egy játék, ez egy jó vétel. Nem is olyan drága azoknak, akik most akarják megvenni, de hogyha nincs most pénzed erre az egész, szerintem egy-két hónap, és lemegy az ára. Van egy olyan érzésem, hogy majd nagyon lemegy az ára, mert azt hiszem, egy specifikus réteget fog meg igazán ez a játék, és akkor viszont szerintem érdemes belefektetni, mert ez az a fajta játék, amit időről időre az embernek jól esik elővenni, és nem csak úgy ott fog porosodni a polcon. Szóval ez lenne a Rainbow Six Siege. Nekem tetszik, speckó, én azt mondom, hogy ez egy egészen jó játék, és lehet vele szórakozni és eltölteni időt, de főleg, és azt hiszem, ez egy nagyon lényeges momentum, én azt hiszem, hogy ez a játék legeslegjobb csapatban játszva. Olyanokkal, akiket ismersz, és jól tudtok rajta szórakozni. Haverokkal játszik az egyik legfelemelőbb érzés, azt hiszem, és ez a játék, ez csak rápakolni tudna erre. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Op 4 neutralized. Mission successful.